Tiszteltel köszöntöm az egyszerű testület megjelent meghívott vendégeinket, hivatal dolgozóit, dr. Bukács Adalmári Hallgyező asszonyt és a kedves televízió nézőket. A jelenlétünk alapján megállapítom, hogy a 15 képviselőből megjelent 10 fő távolmaradását bejelentettek Harcsa Miller Zoltán képviselőtársunk, a ülés határon képes, a ülés megnyitó. Mindig változom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltatnak megfelelően tárgyalja meg a napi rendet. Van-e valakinek más napi rendi ponti javaslata? Akkor ezt az egy napi rendet teszhetem szavazásra, aki tárgyalhatja megtárgyalását jelezve. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Viszont képviselőtestület napi rendben előtti kérdések feltételére van lehetőség. Nyilván élni valaki ezzel. Amennyiben nem, úgy térjünk rá a napirend megtárgyalására, ami egy előterjesztés a Nagykunsár főtere Karcag Városközpont funkcióbővítő fejlesztése című pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására. Hiszen a képviselőtestület egy nyert pályázatról van szó, ami négy tételből áll, mint a Városháza, illetve a déli népbűnülési központ külső felújításáról, a piaccsaládok felújításáról, valamint a Városháza előtti tér felújításáról. A pályázat alapján közbeszerzési eljárás folyt le, több pályázó is volt, a pályázók egy, illetve mind a négy területen is pályázhattak, végül is kialakult a sorrend. A helyzet az viszont, hogy a rendelkezésre álló összeg és a legkedvezőbb árajánlatok közötti különbség az egy bruttó 51.251.950 forint. A mai testület ülésünkön arról kell döntenünk, hogy ezt a hiányzó összeget hozzátegyük-e a pályázat összegéhez, a rendelkezésre álló kerethez, vagy ne. Megvalósítsuk ezt a pályázatot, vagy szalasszuk el. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Kérdés, hozzászólás, vélemény, hangozzék el. A bizottság támogatta. Köszönöm szépen. Van a kérdés, hozzászólás, vélemény? Tisztelt képviselőtestület, én magam is úgy gondolom, hogy már nem csekély összegről van szó, bő 51 millió forintról semmiképpen nem lenne színszerű ezt a lehetőséget kihasználhatóan hagyni, hiszen mind a négy említett tétel nagyon-nagyon fontos a városunk számára. Évek, tudottam, mondhatom, talán évtizedek óta vártunk egy olyan pályázati lehetőségre, amikor lehetőséget kapunk arra, hogy megújuljon a Városháza déli, délnyugati része, illetve a déli népbűnülési központ, illetve a piaccsarnok felújítására is óriási szükség van. Az összeget a 2014. évi költségvetés tervére kell beépíteni. Ha nincs jelentkezés, hozzászólás, vélemény, javaslom, hogy szavazzunk. Az összeghatárra való tekintettel név szerinti szavazást kérnék, Molnár Pál, igen. Kovács Sándor, igen. Kovácsné Kerekes Katalin, igen. Gyurcsek János, igen. Én igennel szavazok, Karcagi Laj Zoltán képviselő hiányzik, Csányi Sándor, Pánti Ildikó, Andrássy András, nem. Dr. Lukács László, nem. Dr. Kaposi Lajos, igen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 8 igen, 2 nemmel a képviselőtestület támogatta az előterjesztés elfogadását. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, napirend nem lévén a testületülés végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 14. szeptember 25-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e erre az ülése valakinek napirendi ponti javaslata?
amennyiben nincs testületülés, bezárom, köszönöm minden megjelentnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, további szép napot kívánunk.